nem hittem az összefogásban, sem erkölcsileg, sem gyakorlatilag nem tartottam jó megoldásnak az ellenzék jövőjét illetően. Nekem meggyőződésem az, hogy a konfliktusokat kezelnie kell egy vezetőnek, tehát nem lehet minden szutykot a szőnyeg alá beseperni és úgy tenni, mint hogyha rend lenne a lakásba. A történelem szemétdombjára fog kerülni. Nem kár azokért a pártokért, akik elmúlnak, mindig az a fontos, hogy legyenek új életképes erők. Életképtelen pártból nagyon sok van Magyarországon. 2018-ban azon az ajtón gurult ki Vona Gábor, akkor már a Jobbik lemondott elnökeként. A párt mélyrepülése akkor vette kezdetét. 2018-ban miért tartotta fontosnak, hogy a választási vereség után lemondjon? Három oka volt. Az egyik az, hogy megígértem, és igyekszem tartani a szavamat, és azt gondolom, hogy akkor ez egy fontos pillanat volt, ahol ezt kötelességem volt azt hiszem megtenni. Azt, hogy utána ki is vonultam az akkori politikából, annak meg további két oka van. Az egyik az az, hogy az összefogás láttam szembe jönni. Jött az összefogás villamosa szembe, és én nem hittem az összefogásban. Sem erkölcsileg, sem gyakorlatilag nem tartottam jó megoldásnak az ellenzék jövőjét illetően, de azt is láttam, hogy van erre egy társadalmi igény, és hogy a pártok is szeretnék, én pedig nem akartam ennek az akadálya lenni, úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor ez most nem az én időszakom, jobb, ha hátralépek. De ami a legfontosabb oka az az volt, hogy nekem csomó mindent újra kellett gondolnom. Ugye erről számtalanszor beszéltem, hogy nagyon sok kérdés volt bennem. Úgy éreztem, hogy Magyarország kapcsán csomó dolgot újra kell gondolnom, és ez pedig idő kell. Úgy nem lehet egy politikai pártot vezetni, vagy szerintem nem lehet, vagy úgy politizálni, hogy az ember nem tudja, hogy merre kell menni. Úgyhogy nekem ez az elmúlt 5 év az arról szólt, hogy a kérdéseimet azokat kijelentő mondatokkal alakítsam. Nagyon nehéz az ilyen hipotetikus kérdésekre válaszolni, tehát nagyon nehéz azt a helyzetet és szituációt elképzelni, hogy Vona Gábor maradt 2018-as választásokat követően, és hogy ő hogyan boldogult volna egy olyan szituációban, ahol a várakozások ugye nagyon fel voltak fokozva, ugye a kormányváltás ígérete révén, ugyanakkor meg a párton belül olyan feszültségek léptek föl, amelyeket 2018 után megismertünk. Tehát, hogy azért a torockai féle... De akkor azt nem lehetett volna semmiképpen megelőzni. Hát nézd, ez az, amit nem tudok. Tehát az, amit én megléptem Vona Gábor távozása után, hogy kizártam az összeférhetetlen elemeket a frakcióból, azt Vona Gábor elnöksége elfedte. Tehát Vona Gábornak sokkal inkább egy ilyen konfliktus kerülő, a belső feszültségekkel valahogy kiegyező, azokat így elfedő, vagy meg ilyen nyugvó pontra helyező stratégiája volt. Nekem meggyőződésem az, hogy a konfliktusokat kezelnie kell egy vezetőnek, tehát nem lehet minden szutykot a szőnyeg alá beseperni, és úgy tenni, mintha rend lenne a lakásba. Gyakorlatilag azzal, hogy Vona Gábor 18-ban lelépett, és ott hagyta azt a rengeteg konfliktust a pártban, ami addig is megvolt, csak a közös cél, a kormányzás elnyerése érdekében mindenki háttérbe szorította a maga sérelmeit, illetőleg nem ártott annyit, mint amennyit egyébként a személyiségéből eredően árthatott volna. Ezek a konfliktusok az ő elmenetelével természetesen felerősödtek, természetesen nem volt ki kezelje, és gyakorlatilag ez a párt saját magát számolta fel. De hogyha Vona Gábor marad, akkor ezeket a konfliktusokat lehetett volna moderált keretek között tartani és pacifikálni? Azért azt soha nem szabad elfelejteni, Vona Gábor egy erős vezető volt, nagy tekintéllyel, óriási elvégzett feladattal, gyakorlatilag mindenki mögé állt be. Tehát az ő muníciója olyan erős volt, hogy ő ezt azért nagyon szépen kezelni tudta volna, és azt gondolom, hogy 19-ig az LP választásig mindenképpen egybe maradunk. Az az óriási lendület, amit a 18-as választás 20%-a adott, az lazán egy év múlva 28% lehetett volna, és abból egy akkora muníciót tudtunk volna Európában is, és Magyarországon is szerezni, hogy 2022-ben a Jobbik 35%-a lenne a parlamentben, és nem a Jobbik kuncsorgott volna Gyurcsány Ferenc után, hanem Gyurcsány Ferenc kuncsorgott volna Jobbik után. Szerintem lehetetlen volt ezt a Jobbikot összetartani. 18-ban egy olyan úgymond néppárt alakult, vagy jött létre a Jobbik révén, ami aztán nagyon sok irányba ment szét, és ezt az elmúlt évek eseményei bizonyították is, hogy Jakab Pétertől Torockai Lászlóig kellett összefogni egy közösséget. Ez egy lehetetlen, ez egy Mission Impossible volt. Felelősségét
a pártnak az összeomlásában, azt miben látja? Vagy érez ilyenfajta felelősséget abban, ami utána történt? Persze, szerintem egy vezetőnek mindig kell vállalnia is, meg éreznie is a felelősséget. Csak ennek a felelősségérzetnek a tanulságait is le kell tudni vonni, és én amit tettem, meg amit teszek, azt ennek a tudatában teszem. Tehát nem akarom a felelősséget elkerülni, nyilván nekem abban, hogy a Jobbik hogyan szerepelt, akár a pozitív, akár a negatív részében van szerepem, meg felelősségem, de én már nem a múlttal foglalkozom, hanem van egy új párt, a másik reformkor, és nyilván minden idegszállammal erre koncentrálok. Az Európa Parlamenti választásokon több olyan szervezet, több olyan lista is lesz, amelyet szintén vagy volt jobbikos pártelnökök, miniszterelnök jelöltek, vagy pedig vezető jobbikos politikusok fognak vezetni, vagy szerepelnek rajta előkelő helyen. Hogyan befolyásolja ez a Jobbiknak a küzdelmét a mandátumszerzésben? Én azt látom, hogy az a program, amivel a 2RK, a második reformkor mozgalom a színre lépett, az nem feltétlenül üti azt a programot, amit mi hirdetünk meg. Ezek az emberek, akik ma konzervatívak, jobboldaliak, bármilyen szempontból elégedetlenek a kormányzással vagy a rendszerrel, ezeknek az embereknek az alapvető élménye a csalódottság és a kiégettség. Tehát szerintem igazából bárki, aki most megcélozza ezt a réteget, és azt gondolom, hogy azért Vona Gábornak is bármennyire is mondja, hogy ő ügyek mentén politizál, és az ideológiai törésvonalakat igyekszik meghaladni, vagy hidat verni közöttük, azért az ő célcsoportja az mindenek előtt egy ellenzéki, konzervatív, jobboldali célcsoport. Az ő előtt álló legnagyobb kihívás az, hogy el tudja hitetni ezekkel az emberekkel, hogy egy ilyen alternatíva a magyar politikában még megvalósítható. Van-e értelme egyáltalán? Tavalyi választásokat követően elmondhattuk magunkról, hogy a párt történelmi mélyponton van. Most ahhoz képest az elmúlt egy évben úgy érzem, hogy sikerült rendezni a sorainkat, sikerült a belső vitáinkat valahogy nyugvó pontra juttatni, sikerült világossá tenni, hogy a Jobbiknak, a Jobbik konzervatívoknak mi a politikája. Szerintem sikerült egy nagyon markáns, konzervatív, jobb-közép politikát közreadni. Megtaláltuk a saját ügyeinket, amelyekkel önazonosak vagyunk, és van még hátra 9 hónap a választásokig. Ez a politika, amit elkezdtünk, a programunk, az ügyek mentén való politizálásnak az az eredménye, hogy a tavaly ilyenkori állapothoz képest sikerült körülbelül megdupláznunk a közvéleménykutatók szerint mért támogatottságunkat. Meggyőződésem szerint ez elég lesz ahhoz, hogy jövőre az európai parlamenti választásokon újra mandátumhoz jusson a Jobbik konzervatívok. Szerintem a Jobbik konzervatívokra jelenleg maguk jelentenek a legnagyobb veszélyt, a teljesítmény teljes hiánya. 5%-ot, legfeljebb 200 ezer szavazót akkor tud megszerezni az EP választáson egy párt, hogyha van világos identitása, és elvégzi a munkát. Ez a kettő most hiányzik a Jobbik konzervatívok esetében. Vona Gábor az a lehullóra próbál most ugrani, a lehulló labdákra, és ezért neki is nagyon nehéz ezt a 200 ezer szavazót megszereznie, de abban igaza van, hogy ha ő csak 100 ezer szavazót megszerez, az hiányozhat a többieknek. Ha 2024 nyarán a második reformkor alapítvány mandátumot szerez az Európa Parlament vagy díjválasztásokon, és a Jobbik például nem, akkor a nyilvánvaló öröm mellett lesz önben némi keserűség is? Én mindenkinek sok sikert kívánok az európai parlamenti választáson, de azért lássuk be, hogy ez egy verseny. Ez egy verseny az emberek bizalmáért. Tehát, hogyha bárki úgy tekint bármelyik szavazóra, hogy ez a szavazó az övé, akkor ezt a szavazót már elveszítette. Tehát itt nincs olyan, hogy ez az én szavazom. Itt a szavazók bizalmáért naponta meg kell küzdeni. Nincs Jobbik. Tehát jogilag még ugyan léteznek, de tartalom már nincs bennük, és nem csak a politikai tartalomra gondolok, hanem nincsen aktivista hálózat. Jobbik, ha már nincs dolgunk. Nekünk sem, a választóknak sem. Ezt a számok mutatják. A történelem szemétdombjára fog kerülni. Nem kár azokért a pártokért, akik elmúlnak. Mindig az a fontos, hogy legyenek új életképes erők. Életképtelen pártból nagyon sok van Magyarországon. A Jobbik szisztematikus, kitartó, kemény munkával kiseprűzte önmaga alól a tömegeket.
egyre inkább olyasmit képviselt, amit egyre kevesebb ember érzett magáinak, majd egy ponton túl már valójában önmagukon kívül, önmaguk létezésen kívül már nem képviseltek igazából semmit. Azt gondolom, hogy ha ez a szükségszerűség megszűnik, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, akkor egy ilyen párt az eltűnik a süllyesztőben. Hát nem az első, nem az utolsók lesznek, számos ilyet föl tudnánk sorolni. Nézzük meg a rendszerváltó pártokat. Óriási tömegek emelték maguk fölé őket a 90-es években. Aztán egyszer csak ott maradtak mindenféle támogatottság nélkül. A 2010-es év az ugye erről is szólt, csak ezt valahogy a fülkeforradalom elfedi ezt a dolgot, de azért csak akkor került a süllyesztőbe az SZDSZ meg az MDF is. Nem volt már, aki úgy érezte, hogy MDF-es meg SZDSZ-es, hogy megjelenti az ő gondolkodását ez a két politikai erő. Ha a Jobbik így jár, már pedig nagyon közel vannak ahhoz, hogy így járjanak, akkor ők is el fognak tűnni.